Kutyaugatással tarkított, szép jó estét kívánok minden egyes, kedves és mindenféle tankos nézőnek. Sziasztok, hello! Igen, sajnos egy olyan utcában lakunk, ahol minden háznál van két kutya, de legalább egy, és hiába laksz itt 28 éve, tudom, hogy a kutya az nem annyi idős, de mondjuk 12 vagy 10, akkor is ugyanúgy megugat. Ettől kezdve majd a többi kutya is elkezd ugatni, és minden kutya ugatni fog az utcába. Úgyhogy ez sajnos egy ilyen örök körforgás itt, és hát mindegy, inkább nem is kommentálnám ezt mélyebben. A lényeg, hogy sorry, hogyha hallgatjátok a Wau-Wau-t is velem együtt, ez a helyzet itt ebben a csodálatos utcában. No, de legyen ez a legnagyobb baj, azt gondolom. Ugye én már kitaláltam ezt a live-ot, amiatt érzem magam talán picit kellemetlenül, és nem tartjátok teljesen etikátlannak, csak kimondom. Ugyanis, hogy ma kezdődött el ez a sajnálatos háborús történet itt a szomszédságban. Ettől függetlenül remélem, hogy nem ítéltek el, hogy én itt ugyanakkor tankokról beszélgetek, még csak akkor is, hogyha ez egy játék. Valószínűleg holnap is ez lesz még, mármint, hogy holnap is live-ozni fog, de a háború is menni fog valószínűleg. Úgyhogy hát, aki ezt okon veszi, azt sajnálom, de megértem valahol. Remélem, mondom még egyszer, emiatt nem ítéltek el engemet. Szia Michael, kép és hang rendben van. Köszönöm szépen a visszajelzésed. Visszajelzése nagyon fontos számunkra. Köszi. Hello, Noskia, szia. No, ezt akartam elmondani, illetve azt, hogy már nagyon régóta szerettem volna olyan sorozatot indítani a csatornán, és remélem, hogy ezzel most el tudom indítani, és ebből valami állandó sztori lesz, ahol úgy tudok kicsit segíteni, tanítani, utat mutatni olyan játékosoknak, akik kevésbé tapasztaltak, vagy nem olyan ügyesek saját vagy mások bevallása szerint. Szia, Jerikó! Hello! Hi. Ugye, Jerikó World of Tanks konzol, elég egyértelmű a csatorna neve. Jerikó bácsi a konzolos votos játékot nyomtatja, úgyhogy aki ott játszik, vagy szeretne jóféle gameplayt átlátni, és tapasztalni az ő csatornáját is csekkolja szerintem, mert maradandót alkot. Szevasz, Laci! Tavesz, Kolosz, Szoktevitas, képhang, oké, köszönöm szépen, újfent. Jó, úgyhogy ezt terveztem így bevezetésnek gyorsan, és akkor nem nagy titok, vagy legalábbis még nem mondtam, de a Becset Burescu-val, más néven a Boros Kaulával fogunk menni, de ezek most visszajátszások lesznek, én már készültem erre a live-ra, tehát nem megkísérlek 8 csatában topot lőni, hanem ez most kis spoilertől eltekintve így is lesz, és végelemezzük ezt a 8 csatát gyorsan, hogy hogyan, mint, miért és miképp sikerült, ezek valóban egymást követő csaták voltak, és hát ugyan én sokat próbálkoztam vele, és nem sikerült a 8 egymást követő csata, viszont utána megkértem édesanyámat, hogy ugyan játsszam el helyettem, és akkor neki össze, nem, nyilván ezeket a csatákat én játszottam, jó? Úgyhogy emiatt nem kell aggódni. Ezt most így speciál bizonyítani nem tudom, de nyilván a replayekből fogok, a saját replayekből válogatni, úgyhogy látni fogjátok, hogy azért itt nincs túl nagy okoskodás. Jó, mielőtt még beleugrunk, hagyj reklámozzak egyet, jó, a szokásos kis Game Center-es reklámot megugorjuk, jó, fiúk, lányok, és akkor utána csapunk is a lovak közé. Na most akkor, aki még nem találkozott vele, alig volt még szó róla a csatornán, van a Huawei Upgallery-n keresztül egy Game Center-es alkalmazás, melynek segítségével loyalty rewards-okat lehet gyűjteni, és itt különböző sávokba bejutva kedvezményeket lehet elérni, de szépen mondtam, sávokba bejutva. Szóval különböző szinteket elérve a legutóbbi 12 hónapos költésetek szerint, nyilván az Upgallery-n keresztül tudtok elérni szinteket, és akkor ezek szerint kapjátok a kuponokat. Ezek a kuponok pedig ugye itt a applikáción belül a mi felület alatt csekkolhatók, és ezek fix kuponok, azt kell róluk tudni, jó? Tehát adott
költési intervallumhoz, tehát teszem azt mondjuk 3400 meg 5800 forint között választasz valamit, oda mondjuk egy adott kupon jár, tehát azt egy hónapban egyszer tudod előni, ebbe az intervallumba, pénzintervallumba, és akkor a következő hónapban is, ha csak akarsz vásárolni, akkor, akkor is már csak egyet fogsz tudni, hiszen ezek havonta elsőjével frissülnek, jó? Úgyhogy ezeket nem te választod ki, hanem a gép dobja, és ő rendeli hozzá a vásárlásaidhoz. Így tudtok spórolni, mondom, ez főleg azoknak jó, akik rendszeresen költenek a játékra. Jó, ennyit a reklámról, és akkor kezdjük is el a shatákat. Azt mondja, hogy itt volt valahol a 8 darab egymás után, így van. Nagyon szép vereséggel indult. Ugye itt az lesz a lényeg, még egyszer mondom, hogy mindegyik csatában több mint valószínű, hogy megpróbálok majd toppot lőni, és akkor ennek a lényegét, illetve mi voltát próbálom kommentálni, és hogy mégis mit érdemes, hogyan érdemes. Ugye ez a Hellas, ez egy nagyjából egy másfél éve bejött pálya. Szia Stone, hello, hello! Itt a viszonylag kicsi ez a pálya, legalábbis szerintem. A medek annyira könnyen nem alkalmazhatóak rajta, azt gondolom, vagy legalábbis csak kiszorított helyzetekben, vagy kevésbé ügyes ellenfelek esetén. Ugye itt eljöttem a spotbokorba, próbálok spotolni, és innen csipegetni. Egyelőre egy picit részek sofőrként mahinálok, és újra connectelünk. Aha. Aha. Most azon filozok, hogy ez most a replay része, vagy nem, de gondolom nem. Jó. Semmi gond. Elindítjuk újra, mert egy kicsit beletekerek akkor. No, tehát ott tartottam, hogy itt éppen beleütköztem ebbe a sziklába, teljesen tehetséges Unicum player módjára, majd elindulok az ellenfél hátam mögé, és remélem most nem fog kidobni. Bejött Michael, köszi, igen, úgyhogy hozzájárultál a 8 win zsinórba, vagy 8 win zsinórba, az nem jött össze, a 8 top dömi zsinórba című sorozatomhoz, köszönöm szépen. Igen, ugye hátul maradt két TD is, vagy legalábbis a Subisztos, illetve a Kampfpanzer, ami úgy néz ki, hogy TD-nek ítélte meg a ők is mi voltát, vagyis lesz szerepét ebben a karikában. Próbálom még előni, de pont nem látok már úgy rá, hogy szeretnék, ott megjön a domb, úgyhogy nem sikerül ez a lövés már. Közben 0-4 az állás, tehát mondjuk pont nem látszik az óra, de nagyjából másfél perce megy. Nem tudom, miért 0-0 lett a óra, lehet, hogy bugos, mert később léptem be a csatába, kicsivel, pár másodperccel. Itt most tudjátok hallani, hogy nem vagy, ha egyet bekapok, de soha házni akart ez a csodálatos úri ember, nem sikerült. Inkább lőjek kettőt rá biztosan. Ugye itt most eddig sikerült kettő tárat belevinni ebbe a suba, és hát kezd el fogyni a életerő a csapatból. Azt hittem, hogy itt menekülni akarok, de rájöttem, hogy nagyon nem, mert megláttam, hogy mi közeledik, illetve azt is észrevettem, hogy talán valamelyest elvette a ellenfél figyelmét a csapattársaim sokasága. Jó, hát ez túlzás így, de úgy ítéltem meg, hogy jobb inkább, ha itt maradok. És végül is talán nem volt rossz döntés. Amit szeretnék, az nagyjából összejön, tehát a figyelem egy kicsit rólam elkerül, ugye én itt megint agresszív pozícióban voltam, tehát nekem ez volt a legfőbb félelmem. Kivártam bátran elé, mert arra gondoltam, hogy nem fog tudni kilőni, de itt igazából már 1-5 volt, én csak kitárazni akartam, és igazából itt vége is ennek a csatának, konkrétan ledarált minket az ellenfél. Ilyenkor nem nagyon van mit tenni, tehát ezért nem biztos, hogy fogok csinálni ilyen winnes sorozatokat majd, hogy hogyan nyerjünk, mert tehát most én itt a DPM-emnek nagyjából szerintem a 80%-át kihasználtam, és azt szerint sebeztem, azt gondolom, és mégis annyira futotta, hogy nem is tudom mennyi lett a vége, 7-2, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy teljesen sansztalan volt az egész csata. Itt ennek, hát látszik is, igen. Tehát én lőttem 2006-ot, alattam 1200, 900, 800, és ott meg semmi. Tehát az utolsó három játékosunk az nem szólt hozzá a csatához, és ők voltak a heavy soron hárman. Tehát így mondjuk elég evidens már, hogy lehetett olyan könnyen letolni ezt a heavy sort.
Úgyhogy igazából itt tényleg csak mentem körbe, lőttem ki a damage-et, és így sikerült gyakorlatilag topba végezni. Nem volt egy nagy tudomány, szerencsére összejött. Megyünk tovább, megyünk Mainz-ra. Szintén tier 9-es matchmaking, mondanom sem kell, azért na itt szintén sikerült később elétnem a csatába. Mondanom sem kell, ugye azért a Becsetnek, tehát ennek a 8-as kis burászkónak sem tesz jót a tier 9. Ugye itt most az volt a szerencsém, hogy 9-es light nincs. Ugye itt egy lightweight van tier 8-ból. De igazából ennyi, azt hiszem a gyorsabb tankoknak a listája. Igen, úgyhogy ez egy viszonylag szerencsés leosztás. Attól eltekintve nyilván, hogy tier 9 az MM. Az majd lehet, hogy itt a chatbe fogok írogatni hülyeségeket időnként, amikor elfogy egy kicsit a cérna, de hát nézzétek el, nekem szerintem ismertek annyira, hogy tudjátok, hogy már sajnos egyszer-kétszer előfordult ilyen, de én ezt nem szégyellem, nem takargatom, tehát én azt gondolom, illetve azt is vallom, hogy amit az F1-ben is szoktak mondani, hogy amit a sisak alatt elhangzik, vagy a sisak rosté alatt, azt nem muszáj. Nem is szabad komolyan venni 100%-osan. Jó, így jön fel ez a lightweight, úgy próbáltam neki egy tracket lőni, szerencsére sikerült, de ezt megjavította a kis huncut, és innentől kezdve én azt gondoltam, hogy akkor itt el kell szaladni, mert ez a lightweight nagyon úgy nézett ki, aki azt énekli, hogy there is like no tomorrow. És így rám nyomta a jolót, én meg inkább leszambáztam innen a hegyről, mert itt nem láttam a jövőt ebben a szituációban. És innentől kezdve én teljesen abban a hitben voltam, hogy ez a csata, ez egy összet fejszenyele, mert felmenni nem akartam ide középre, a Mindsy dombra, mert egyszerűen azt gondoltam, hogy biztos van 2-3 játékos az ellenféltől, és nem lesz esélyem. Próbáltam ugye itt proxizni közben őket, azért járkálok itt a falhoz tapadva, most mondjuk pont nem, de igyekszem, hogy a TD-nknek, annak a VT-nek azt hiszem, mi van ott mögöttem, egy VT van talán mögöttem, igen, hogy neki tudjak spotolni. Ugye itt minden játékosunk gyakorlatilag az a három hevés, az egy med, az ott van a base körül, nem túl sok HP-val, egyenre vezetünk 2-1-re, de mondom, én ezt a meccset már itt emlékszek jól, hogy temettem. Közben nézem egy kicsit a... Igen, eléggé lent van a színvonal, így van, Nike, abszolút jól látod. Jaj, még kicsit bugos itt a replay, ezt a jó tankot sikerült kivennem. Hát fent van még egy kiméra, plusz a lightweight, ha nem halt meg, de ő már elfogyott, úgyhogy csak a kiméra. Viszont úgy éreztem, hogy el fog indulni felém. Láttam ebben a motivációt a szemébe. De aztán úgy néz ki, hogy fönnmaradt. A VT meg elkezdett kifele menni szigetre. Én úgy voltam vele, hogy jó, ez már innen biztos, hogy 100%-os bukó. Kimegyek a szigetre, hát honnan még tudok egy kis damage-et farmolni. De igazából ez az első két csatám, ha megnézitek, arról szól, hogy fix bukó csaták. Tehát hiába vagyok pozícióba, hiába vagyok gyors, hiába használom ki... Hát előbb mondjuk sikerült, itt most ebben a csatában kevésbé a pozíció vesztés híján, meg segítség híján, pedig direkt lightweight-et track előttem, ugye hátra tudnak segíteni, mindegy. Szóval ez a két csata igazából arról szól, hogy próbálom behozni a sebzést fedezékből, mondjuk most, de mondjuk hát végül is nem fedezékből, mert az előtt meg felvállaltam, tehát itt tényleg a legjobb dolgok sem segítettek. Hiába álltam úgy a csatához, hiába pozícionáltam úgy, hogy annak éle lehetett volna. Egyszerűen vagy nem volt segítség, vagy nem voltak elég ügyesek a csapattársak, hogy ezt ki tudjuk használni. Úgyhogy igen, hát itt egyedül utolsó mohikánként várom a kimérát, hogy kivégezzen. Ki már nagyon régóta kinézett magának. És akkor el is érkezik a hóhíd. Próbálok egy tracket lőni, de sajnos nem húztam eléggé előre, vagy nem húztam eléggé elé a célzó gömböt, és így nem lett belőle track.
És itt szintén egy ilyen 2600-as damage, azt hiszem előbb is annyi lett. És... úgy emlékszem, hogy ezzel is sikerült toppot lőni, így van. 1007, 1005, 1001, 600, 600, 400, nehéz ezzel mit kezdeni. Leo PTA-ban top 10-ként 600-at lőni, az szomorú azért. Nem 103 sérült tette meg magát, meg azért a VT-vel lehet, ezzel is lehet többet lőni szerintem, pláne top tier-ként. Pláne egy Mineson, ahol tényleg csak le kell ülni hátra és várni. Na mindegy! Úgyhogy ez volt az első két csata, ami különösebb győzelmet nem hozott. Aztán elindultunk Deadrail felé a hóba. Itt sem sikerült időbe belépnem. Jó, hát ez úgy néz ki, hogy egyfajta betegség nálam. És itt nagyon nem vagyunk top tier, tehát itt olyan szinten nem, ha megnéztek ezt a három csatát, akkor mindenhol low tier voltam, itt viszont 5 darab 9-es van, és 2 8-as, tehát másod magammal én vagyok gyakorlatilag a egyetlen 8-as ebben a csatában a mi oldalunkon. Úgyhogy, ja, nem volt könnyű a situ, legalábbis leosztás, hogy én bíztam abban, hogy az 50 följön, és akkor itt a bokorból tudok neki egy-két hasit vágni, ami szerencsére össze is jött, egy gyújtóval együtt. Ugye azért így a német tankok így pláne tier, hát de igazából már tier 6-tól is szerintem, nagyon szeretnek így a hasból gyulladni, úgyhogy érdemes oda lövöldözni nekik. Ugye gyakorlatilag elfoglalom a szokásos medes pozíciót, tehát ebben semmi varázslat nincs, egyszerűen csak idejöttem egy kis HP-t vagy damage-et vadászni, ahogy tetszik. Ezt a második lövést már elengedtem, legalábbis úgy voltam, mert azt hiszem, hogy inkább újra töltök, mert, vagy nem töltök újra, de, mert úgy láttam már, hogy vissza fogja nagyon húzni az E50, és kockázat lenne itt csak okoskodni ezzel az egyetlen egy golóbissal még. A heavy soron egy kicsit elveszni látszik a szituáció, viszont itt a meccs soron úgy érzem még, hogy megfogható a dolog, és hát úgy látom, hogy a csapat is. Úgyhogy itt az object szakaszra, azt hiszem, hogy szakaszban vannak, nem? De rájuk megyünk. Ezt most, ha jól emlékszem, itt elrontom az első lövést, pedig úgy tűnt, hogy odalövök arra a picike részre, ahol bemehet az APCR, alap APCR lövedék, de nem lett így. És itt a srácok is kicsit le vannak maradva ezekről az objektekről, tehát hogy megnézzük, itt hárman tornyosulnak mögöttem a saját csapattársaim, és nem igazán értem, hogy mi történik. Nem vagyunk túl gyorsak, na. Most talán az az object meg lesz, én megpróbálom őt kiszedni, az nem tudom, hogy nem ment be, de lehet, hogy itt még írok is egyet, igen, mert nagyon jó kedvű voltam. De úgy, ha megnézitek, ez is egy ilyen, nem is tudom, 70 fokos szög volt, és egyszerűen oda a trackhez lőttem, egy könnyű tanknak a trackjéhez, és nem ment be. Tehát az azért nem lehetett szerintem, hogy elnyelte a track, egyszerűen olyan ott a páncél kialakítás, ami több vodkát igényel, hogy át tud lőni. Jó kis szovjet tank. Hát és akkor itt 4-5, én próbálok egy kis pozíciót nyerni magamnak itt Love HP-n, mert tudom, hogy más sanszom nem igazán van. Ugye a Centurionnak két lövés vagyok valószínűleg. Még egy 307-es, meg egy 400-as összejött, ami szuper. Együtt még 700 damage. És igazából itt is van ennek a pályafutásnak a vége. Ez is egy defeat akkor ezek szerint, úgy emlékeztem, hogy ez már győzelem. Az a baj, hogy te tényleg ezeknél a csatáknál nem tudsz mit csinálni. Tehát tipikusan az a csata, ez is, ahol hogyha kétszer annyi lenne a DPM-ed, mint ami alapból, tehát aki esetleg nem értené, hogyha kétszer annyit tudnál kilőni egy adott tárból mondjuk, tehát hogyha ugyanez lenne az alfám, és 4-et tudnék kilőni, nagyjából ugyanilyen reloaddal, akkor sem biztos, hogy nyernénk, mert egyszerűen a csapat elfogy, mire hozzád érnek, és neked meg nincs annyi HP-t, hogy felvegyél annyi lövést azokért cserébe, mint amennyit le tudsz adni. Nézzétek meg, a utolsó, tehát hetediktől egészen a negyedikig, tehát konkrétan 4 játékos 900-at lőtt összesen, és ez mindegyik 9-es? Nem. Nem, ebből 3 darab 9-es, igaz?
Mert 5-9-es volt a csatában. 50-50 TP meg az MVU. Vagy ez nem 8-es? Nem, az a 9-es. Jó, oké. Nem tudom sose a jobb, hogy melyik. Nézzétek meg, 3 darab top tier összesen tud lőni 3000-et. Így marha nehéz. És ez volt a harmadik top damage-es kör. Megyünk tovább. Azt mondja, hogy mi a következő. Most volt Deadrail, megyünk Faustra rakétákat kilőni. Hát ez most mondjuk nem túl jó szójáték. Közben üdv minden kedves most beugrónak. Sziasztok! Szia Kolt, szia Geri, szia Max, megjöttek a legjobbak. Hello, hello, hello! No, szintén loftír, tehát a negyedik, zsinorban a negyedik csata, ahol loftír vagyok. Itt most szintén csak 3-9-es van, és igazából ezek közül, a 9-esek közül, ami engem érint, azt szerintem csak a Type 61, ami alapvetően egy egész jó hír, pláne úgy, hogy van velem egy becset, csak az a becset az nem erre jön. Van még a gyorsak közül egy Progy, amivel esetlegesen találkozhatok, illetve talán Scorpiót, bár az nem hiszem, hogy erre lesz. Nem emlékszek már, hogy őszinte legyek. Na, sikerült meg egy kicsit ellaggolni a magát a játéknak. A lényeg, hogy azt a projektot sikeresen árcon csaptuk. Próbálok itt még lőni egyet, elég esélytelen volt, de úgy voltam vele, hogy miért ne. Úgy is el fogok menni innen, méghozzá azért, mert itt már láttam két tankot, én meg egyedül vagyok, és ez így a nagyon felszínes matematikai tudásom alapján sem jelent túl sok jót. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha dobbantanánk innen, és jól is döntöttem, mert jött már a VK is, ami aztán nagyon hiányzott volna tényleg még erre a két, vagy erre a párosra, akikkel ott szemeztem. Szóval átpozícionálok ide a heavy sorra, ahol a srácok már egy picit haladnak, viszont megbontották már a Moisit, meg a Type 61-et, aki eltévedt itt a heavy soron minden bizonnyal. Én pedig itt nézelődök, hát ha van valami finom kis csemege. És nézd meg, Mikey, látod, a Refine Gunnal eltalálom azt a VKP kupolát 2-ből 2-szer, úgyhogy kösz még egyszer. Remélem, hogy utoljára köszönöm meg, mert talán most mondtam ezt 4-1-ére. Szia Zero! Kösz Quad, de te is tudod, hogy ez nem feltétlen van így. Orpheus, szia, sziasztok, üdv mindenkinek, aki most érkezett. Aki nem tudná, vagy nem olvasta volna, 8 egymás követő csatában kíséreltem itt meg a top damage-et, és ezt kommentálom. Nagyjából ennyi a lényeg. Meg hát a Game Center, gyerekek, a Game Center akciók. Na, sikerült közben itt letudni a heavy short, a Scorpiót, a Type 61-et, a Moisit kiszedtük, sőt közben a csapat a VK-t is elbúcsúztatja. Így 3 tank maradt, túl sok damage-em szerintem itt most még nem volt. És akkor itt van ez a kis tortoá, ami tudom, hogy nem felém néz, úgyhogy ezt itt vígan bátran el tudom lövöldözni. A HL-vel egy picit optimista voltam, de hát mondom, már megnézem. Nem minden nap látok a tortát, aki seggel néz felém, úgyhogy rápróbáltam. Szerencsére itt lövés nem kaptam be, kikapták a tortát, és akkor elindulok a Progy felé, ami itt a heavy sor közepén megbújt egy picit, és szerencsére misszel is még mellé, amit tök jó hír nekünk. Igen, most írja, hogy 2200, de mi így lesz most akkor 2009 környéke, igen. És már megyek is fedezékbe, nehogy kapjuk még egyet, bár úgy láttam, hogy nem töltött újra ez a Progy. Itt a damage maximalizációnak a tökéletes példáját láthatjátok. Amikor már biztos egy győzelem, vagy viszonylag annak tűnik, és töltötök, vagy akár csak több damage kell, akkor ne szégyelősködjetek beleramolni, akár egy nehezebb tankba is, mert én azt gondolom, hogy most azzal, hogy a statisztikába beleírja majd, hogy te hány százalék HP-t vesztetted el, annak tükrében, hogy hány százalék sebzést okoztál, tehát ez nem feltétlen kell nézni, inkább azt kell nézni, hogy minél több sebzést okozzon az ember. És ezzel lehet, hogy magadnak is, de az ellenfélnek is, és ezáltal a saját sebzésedet növeled, ami lényeg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a damage maximalizáció magyarisított elve legalábbis nálam így működik, én tudom ajánlani előbb említett szituációban. Jó és hasznos. Nos, igen, itt már egy kicsit ügyesebb csapatunk volt, ugye itt az ellenfél volt az, aki kevésbé volt ügyes, szerencsére végre, 4-1-ére. Itt már 5 tankunk is 1000-es damage fölött volt, de legalább mindenkinek volt 2 sebző és találó lövése.
azért, na, az se semmi. És én pedig sikeresen átléptem a 3000-es határt, ami tök jó érzés, mondom, ez a burítóval ezt tök jól lehet tartani, legalábbis nekem abszolút bejön a stílusa a tanknak. No, és akkor a télből megyünk a nyárba, vagy hát a sivatagba, Black Goldville következik, a banyaszváros. Így sem sikerült ide belépnem a csatába, ezt lehet, hogy már meg se kell, mitenem, kicsit bele is tekerek, mert itt az elején kezdődő laggolást nem szeretném mutogatni, nincs értelme, úgy gondolom. Szerencsére ez a csodálatos kis vegyes nációjú tank nem erre figyelt, úgyhogy tudtam neki osztani kettőt, és várom is a következő ellenfelet. Igazából most, hogyha megnézitek, zoomoljak már ki, itt ugye az a szituáció, hogy az egész csapat följött. Tehát én is bátran azért jöttem be ide, amúgy ennyire ide középre nem szoktam bejönni, mert általában ez nem túl hatásos. De így, hogy a csapatunk ennyire följött, és ott nem nagyon lett volna hely nekem lövöldözni, így inkább feljöttem ide, mert itt a víztorony felé, a bujkáló TD-kre, vagy olyan heavy-kre, akik TD-knek érzik magukat, tudtam volna lőni, illetve tudok lőni, meg hát ugye nyilván azokra, akik ott mennek be, vagy ott tartózkodnak, vagy éppen csak húzogatják ki be a tankjukat, azokra is tudok osztani, úgyhogy azért jöttem ide, hogy ez megvalósuljon, és hát itt is az első példa, jön keresztbe az isu, ami számomra egy nagyon klassz öröm, egy jó kis érzés, hiszen egy 330-as, vagy valami ilyesmi már el is sült ott a kis isura. Úgyhogy igazából itt erre várok, hogy kicsit fogjon az ellenfél, lekerüljön rólam a figyelem. Ugye ezek a magasabb alfájú tárat gyorsan kilövő tankok, mint például ő is, közben itt kicsit megijedtem az isutól, de szerencsére azt hiszem kilövik. Igen. Azért is jók, mert ugye azért töltesz egy 20 szekig, vagy 15-ig legalább, hogyha ilyen nagyobb ütközet van, tehát ahol a csapat nagy része, a másik csapat nagy részének kifeszül, és te csak kilősz egy tárat, aztán még egyet a semmiből, vagy hát a kis bujkálásból, akkor gyakorlatilag könnyen előfordul az, hogy lekerül olyan a figyelem. És ezzel párhuzamban az a tök klassz, hogy agresszív pozíciókat is bátran lehet vállalni. Közben azt néztem, hogy az 50 TP milyen gyors, hogy gyakorlatilag alig tudom lehagyni a Burescu-ba. Úgyhogy ilyenkor kifejezetten ajánlott bevállalni a agresszív pozíciókat. Tudom, hogy én amúgy is beszoktam vállalni. Ez az utóbbi időben talán az egyik legnagyobb hibám, hogy nagyon könnyen belemegyek agresszív pozíciókba, de épp ezért játszok ilyen tankokkal, előszeretettel, mert ezekkel be is lehet vállalni. Tehát itt nem az van, hogy bemegyek, és akkor, hogyha rosszul döntöttem, akkor vége, mint mondjuk egy, ne adj Isten, agilisebb heavy-vel, hanem itt el is tudok jönni, újra tudom gondolni a szituációt, és oda tudok érni a damage-re, mint látjátok. Tehát például ez az utolsó Emil, itt egy heavy-vel, vagy egy lassabb TD-vel biztos, hogy nem értem volna ide, mert valószínűleg nem ide jöttem volna, hanem az ellenfél spawnjára, ami például most szögellentétes irányba van, és nem sikerült a damage maximalizáció a végén, mert sajnos ami miatt, hogy meglöktek, neki csúsztam a redline-nak, és így már nem tudtam sebezni rajta. Szia Geri, ezek most replay-ek. Kösz, Gergely, hogy közben írod az okosságot. Igen, igazából én azért is csináltam ezt, és akkor volt egy kis időm, játszottam a játékkal, hogy ne az legyen, hogy a én ideggörcsémet nézitek, hanem akkor tényleg legyen valami értelme is a sztorinak. No, ez volt azt hiszem, akkor az ötödik zsinórban, igaz? Hogyha jól számolok, azt mondja, hogy igen, Hellas, Mines, Dead, Faust, Black, ez volt öt, és akkor elmegyünk Normandiába. Azt mondja, hogy... És egy picit később lejöttem a játék. Igen, itt, hogy őszinte legyek, van, hogy sokáig tölt, vagy hát nekem sokáig, tehát van, hogy fél percig tölt a játék, és akkor ezt nem szoktam megvárni, hanem akkor addig írok egy-két üzenetet, vagy Facebookon körbenézek, hogy mi újság van. Ez a T49 itt átszalad spotolni, csak ugye itt a játéknak a replay-e miatt, illetve az én korábbi Facebookozásom miatt ez nem látszik hibátlanul.
Megláttam ugye, hogy egyedül van itt lent ez a kis svéd tankerino, és úgy gondoltam, hogy nekem ő abszolút szimpatikus most. Szerencsésen sikerült trekkelőnöm, és a második lövésben természetesen bele szállt a lightweight, mert miért ne, aminek annyira nem örültem. De hát ez van. Hibák történnek. Na itt most egy elég egészen komoly front alakult ki ezen a lenti ösvényen, hiszen ha jól látom, 1-2-3-4 tank is itt van az ellenféltől, és ez a lőveit elég keményen nyomul, bár ennek ő már meg is érezte a súlyát, de a mi tankjaink is, mert a TVP 350 HP-n van, a lightweight még 400-on, csak már nem tudok hova fordulni, azért blokkolom szerencsétlen TVP-t. Próbálok itt magamnak egy kis helyet vadászni, de ott azt el kellett volna lőni, csak attól féltem, hogy a lightweight újra bejön elém. Igen, tehát ezek a pozíciók például a Burescu-nak nem túl jók. Amúgy az ilyen szituációkban jut eszembe, hogy ezeket a videókat, tehát ez a hogyan lőjünk top damage-et című videókat meg lehetne csinálni konkrétan mindegyik játékstílusú tankra is. Mert ez például Burescu-nak itt nem egy előnyös hely, nyilván kivárás van, de mondjuk egy tornyos tankkal már sokkal hamarabb előre jöttem volna ide. Vagy próbáltam volna kihasználni itt az előnyöket. Ez meglepattant. Hát igen, az APCR csodái. Nem voltam elég bátor, itt szerintem föl is jöhettem volna. Aztán a Challenger mellett döntöttem inkább a lőve helyett. Amúgy ez is szerintem egy tök jó tanács tud lenni, hogy hogyha damage-re mentek, akkor nem baj az, hogyha a alaplőszerrel lövitek a könnyebben átüthető tankokat először, és utána foglalkoztok a nagyobb falatkákkal. Ugye ezért is választottam itt az előbb a Challenger például a lőve helyett. Nyilván lehet HE-zni is, ugye most itt megnéztem a HE képet is azon a Challengeren, de úgy döntöttem, hogy inkább maradjunk a biztos damage-nél. Nem akartam kockáztatni, mert hogy őszinte legyek, most így nem olyan emlékeztem, hogy a Challengeren van-e rétegelt rész. A tornyán szerintem ugyan nincs, de az oldalán biztos, hogy van némi spaced armor, úgyhogy ezt inkább kihagytam, és alaplőszerrel lövöldöztem meg. Itt közben 6-4 az állás már, ami tök klassz, hiszen azt jelenti, hogy csak egy tank van hátra, amire mi hárman vagyunk, és a Shouma jó páncélját eltekintve úgy döntöttem, azt hiszem, hogy az APC-re váltok, mármint hogy a Gold Lucerre, és azzal vágtam bele az utolsó döfést gyakorlatilag a harcmezőn, és akkor ezzel be is állt a 7-4-es végeredmény, ami győzelmet eredményezett, és hála Istennek egy újabb top damage-et. Ugye itt nagy volt a harc, a 8-as jó tankkal gyakorlatilag egy 100-as választott el minket attól, hogy melyikünk végezzen az élen, de szerencsére RNG és társai nekem kedveztek ebben a csatában. Az új pálya volt-e már? Ez a kérdés Gergőtől. Volt, vagyis hát most itt a Burescu-val nem mentem éppen rajta, tehát a replay-ekben szerintem nem fogod látni, nem? Ez az előző live-ban boncolgatok picit. Ugyan nem volt benne a címben, de az az update-es live-ban volt benne. Úgyhogy az előző előtti. Ja igen, már ezt korábban kérdezted, bocs, hogy nem válaszoltam időben. Jó, azt mondja, hogy akkor ez 1-2-6. Sorry, mi a fene? Csak hogy több van bejelölve. Na mindegy, lehet, hogy akkor több lesz. Jó, akkor most jön Himmelsdorf, és akkor előtte engedjetek meg egy kis reklámot nekem gyorsan, jó. És akkor megyünk is vissza. Oké, srácok, szóval Game Center. Huawei Aguarén keresztül letölthető a Game Center, ahol loyalty rewards-ok szerezhetőek, ugye ezeket az elköltött mennyiségű pénzért cserébe kapjátok, méghozzá olyan formában, hogy a legutóbbi 12 hónap számít, illetve nyilván az ebben elköltött összeg. Ezek szerint, ahogy ti itt költöttetek, megfelelő szintre be lesztek osztva, és ahhoz megfelelő kuponokat fogtok kapni. Ugye ezek mindig ilyen, gyakorlatilag ilyen 15%-os kedvezményt jelentenek átlagba, tehát mondjuk, hogyha csak Battle Pass-t vesztek, akkor az azt jelenti, hogy egy
évben, kettő Battle Pass ingyen van, hogyha mindet megveszitek, tehát nagyjából így anyagilag ez ezt jelenti. Azoknak jön ez jól igazán, akik tényleg szoktak költeni játékra, új játékosoknak nem feltétlen ajánlom, bár veszteni valójuk nincsen, hiszen hogyha amúgy is akarnak költeni a játékra, akkor ez egy út az akciók felé igazából. Nem javaslom, hogy függjetek rá a dologra, de mondom, aki időnként amúgy is költ a játékra, annak tök jó, mert kap ingyen kedvezményeket. Jó, tehát akkor Huawei Regulari Game Center, és akkor azon belül itt a mi felület alatt megtaláljátok a kuponokat, azok pedig fix kuponok, tehát egy adott vásárláshoz egy adott kupon jár, nem kiválaszthatóak, hanem a gép választja ki nektek. Jó, és minden hónap elsőjével frissül, ez a lényeg. No, vissza a játékba. Ott tartottunk, hogy jön Himmelsdorf, és újra beugrunk a Becset volánja mögé, ahol természetesen megint nem top tierként szereplünk. Ez szerintem a 7. csatából már fixen az 5., ahol loftír vagyok. És így is megvan. Eddig mindenhol megvolt legalábbis a top damage. Tehát ez a kemény, hogy ilyen csapatok vannak. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül az én érdemem, hanem inkább a helyzetet írja le, sajnos. Ugye itt jövök egyből az agresszív rendes pozícióba, sőt kicsit túl is tolom, mert eljöttem egészen a második sáncig, vagy fedezékig, ha úgy tetszik. Hát, igen, itt ezt azért lőttem ki, ezt az autót, hogyha esetleg visszafele jön a Scorpio, akkor tudjam spotolni. Tehát abban teljesen biztos voltam, hogy nem fogok tudni így előni alatta, legalábbis túl sok remény nem fűztem hozzá. Egyszerűen csak arra gondoltam, hogy ha esetleg majd visszahúzza, akkor ezzel, hogy ott azt kilövöm, talán újra spotot kaphat. Na, és itt a kedves Dozer barátunkkal meg is indulunk a Scorpion felé. Egy kicsit későn váltok HR-re, ezt elhibáztam. Gondolkozhattam volna előre, ugye gyakorlatilag annyi funkciója volt annak, hogy hát lőttem, hogy kevesebb kreditembe került az adott lövedék. Ezzel is picit úgymond farmoltam ezen az egy lövésen. Itt a vézés píkelést meg azt hiszem elrontom, mert nem kéne, azt hittem, hogy be tudom lőni szemből a hasát, igen, már emlékszek. Így plusz a második lövésnél is csesztem, ezt nagyon hanyag módon intéztem. Plusz még a Defender, ha az Defender volt, belém is vágott egyet. Tehát ez nagyjából egy ilyen 40%-os megmozdulás volt, úgy értem, hogy mondjuk a 100%-ból. Erre nem vagyok túl büszke. De szerencsére Dozer kollega nem játszik rosszul, elveszi a figyelmét ennek a vézének, és én itt tudom aprítani, illetve segíteni őt a haladásban. A Lightweight közben előtt, és akkor megyünk is a Defender fele, ami tök jó, mert közben viszont nyerésre állunk. Ugye itt is, hogyha megnézitek, egy darálás történt konkrétan, hiszen én még a szokásosnál is agresszívabb módon bejöttem ide a meccsorra. A csapat gyakorlatilag több tankkal volt itt a meccsoron, és ezt használtuk ki. Ugye azért is érdemesebb táras, vagy gyorsabb táras tankokkal játszani, mert a burst damage-ünk tök nagy. Tehát, hogyha mondjuk gyorsan odaérsz valahova, és ki tudsz tárazni, és ne adj Isten, van időd arra, hogy még egyszer kitárazz, mert a szövetséges, vagy hát veled baráti tankok még nem érnek oda, vagy azért, mert lassúak, vagy azért, mert más ellenféle vannak elfoglalva, akkor marha sok sebzést tudsz összeszedni, gyakorlatilag kis túlzással ingyen. Most például Tigernél is, ugye én értem oda először, ki tudtam tárazni, és majdnem még egy tárat be tudtam tölteni. És ez már végjáték volt. Tehát ez például ugye a meccs elején egy óriási előny tud lenni. De ezt tudjátok jól rólam, hogy szeretem a táras tankokat, meg a gyorsabb tankokat, úgyhogy ez nem meglepetés, hogy őket pártolom, de azt hiszem, hogy ennek észszerű magyarázata is van. Igen, úgyhogy itt hát megint nem volt sok közte. Ugye Dozerrel közel voltunk egymáshoz, 150 választott el durván. Egész pontosan 146 damage, ha jól vagyok még matekból. Úgyhogy, ja, necces volt, de meg lett szerencsére itt is a top. Azért ez nem volt egy rossz ellenfél, tehát ott volt például egy 7-es is, és talán összességében a tankjaik sem lőttek rossz, tehát egy Scorpio, aki bénázott náluk. Jó, ez volt a 7. zsinórba.
És akkor most érkezünk el Castillahoz, Light vagy Medként, Himmelsdorfon, a vasúti kocsik között, vagy kint a szélen érdemes pusolni. Hát figyelj, Gergő, amúgy tök jó a kérdés, és köszönöm, úgyhát azt gondolom, hogy mindenféleképpen először a buckákhoz érdemes ide bejönni. Már nem is csak azért, hogy innen harcolni tudj, hanem alapvetően azért, mert innen tudsz spotolni a legtöbb esetben. Tehát, hogyha egy light tankkal vagy, vagy egy gyorsabb meddel, mint például ez a kis burrito, akkor itt egyből tudsz spotolni, ugye, ezeknél a sáncoknál, ahol én is a csata elején beugrottam, és látod, hogy kb. Hányan jöhetnek erre. Mondjuk ez most pont egy rossz példa volt, mert ugye talán két tank volt spoton, és plusz kettő jött még. Tehát gyakorlatilag dupla annyi tank volt azon a soron, mint amennyire én amúgy alapvetően számítottam. Már nem a leosztás alapján, hanem a spot alapján. Ez becsapós volt. Ez van, ez néha belefér, vagy néha beleesik, de mondom, innen tudsz spotolni, lőni is tudsz, és ha úgy van, akkor elmenekülni is könnyen tudsz, ugye a mezőn keresztül. Úgyhogy én azért támogatom ezt a pozíciót mindenféleképpen. Aztán van úgy, hogy pont a szembe lévő sáncon van egy olyan játékos, aki kinéz magának, és akkor megy utánad, és akkor megszívod, vagy esetleg legyőzöd, de ugye ilyen 0 HP-val élet túl. Ez is benne van. Ez azért azt gondolom, hogy a ritkábbik eset. Hogyha időben észreveszi és észleli az ember, hogy el kell menni az adott pozícióból, legalábbis ahol mondom én voltam még egyszer csata elején, akkor ott nem lehet gond. Na, saját tír, Castilla, Lansensével mentél, már kíváncsi vagyok, milyen lehet. Nincs meg a Lansensé, nem pazaroltam rá pénzt, és nincs is tervben, Balázs. Úgyhogy, ja, az ott marad a shopba. Ugye most ez nekem kiesett, a VZ 122 is kiesett, de mondjuk szerintem egyik sem egy nagy veszteség. A Lansensé az szerintem olyan, mint egy Leo, tehát a svéd 7-es Leo, nagyobb ágyúval, egy tírrel följebb, nyilván jobb gán paraméterekkel, és gondolom jobb toronya. Nem egy nagy varázslat szerintem az a tank. Na, itt tök rosszul jön ki, mert tudok egyet pattintani szemből, talán valami kisebb alfás volt, és a kimérába belehelyeztem egyből egy tárat. Ugye itt is gyakorlatilag én mindig ide szoktam jönni, egyik és másik oldalról is, ez gyakorlatilag itt a Med kastély, én úgy szoktam hívni, legalábbis előttetek mondjuk még nem nagyon, de saját magamban mindig így hívogatom ezt a nagyszerű kávézós kis helyet itt. Közben itt tök jó két lövés belement a hetes kis svéd csodába, vagy hybrid nation-es csodába, mert az ugye nem a Leo, hanem a Swear, vagy mi volt? Ja nem, bocs, ez a P43 ter volt az olasz hatos. Vagy hetes, igen. Na, így negyedjére csak átállom a tankot, amire lőttem, közben kiesik a bulldog is szemből. Szóval azért jövök ide, mert itt tök jól lehet sebezgetni. Nagyon jó kis dimbek dombok vannak, ahonnan lehet okoskodni, visszahúzni, eltűnni, előkerülni. Táras tanknak ez szerintem paradicsom. És akkor itt ez a legjobb rész. Ez ennél tökéletesebb pozíció, helyzet nem kell, mint amikor te egy táras vagy egy nagyobb alfás tankkal ide szépen fölkerülsz, és gyakorlatilag teljesen ingyen csipegetheted a lent tartózkodó ellenfeleket. Ez mámoros, tökéletes. Kis túlzással. Sőt, még neked le is megy a lightweight, aki elveszi a figyelmüket, így tényleg teljesen ingyen és bérmentve lehet osztani a damage-et. Ennél több tényleg nem kell. A szerencsére a mod 1 nem foglalkozott velem, teljesen hidegen hagyta, hogy én itt tartózkodok. Én már kezdtem vele szimpatizálni, de ő csak nem nézett rám, hát mondom, akkor jól van, semmi baj. Nem feltétlen kell szorosabbra vonnunk a kapcsolatunkat, de itt ő úgy döntött, hogy beugrik a buliba, és nem volt más választásom, mint megköszönni neki ezt. Közben kapok egy 424-est a kemperő IS-6-tól a sarokban, tehát konkrétan az IS-6 gyerekek, tudjátok hol van? Így nagyjából a P43 ternek a vonalában hátul. Tehát ott, ahol most a kettes van. Ahol most teszem a kettest, ott, onnan kempel az IS-6. Erre nem tudok mit mondani. Még mindig vannak ilyen játékosok. Jó, itt a Defendert is szerencsére sikerül egy kicsit karban tartanunk, ami tök jó.
már 3800 damage, és következik a rejtekében élő IS-6-os, amit ellen azért elég bátran jöttem ki, mert szerintem még spoton voltam, vagy legalábbis nem túl rég esetett le a spot. Azt hiszem alaplövedékkel próbálkozok először. Aztán mondom, jó, inkább rábízom a randomra, és a random segített. Érdekes, hogy 45 fokos szögben simán be lehet lőni a trekkénél. Ugye a hasat azt meg, vagy hát a alsó front páncélt konkrétan meg nem is lehet eltalálni. És gyakorlatilag bejön másodjára is, mind a két lövéssel, és így már 4700 damage-re fel tudtuk tornázni ezt. Tehát egy elég jó sebzés összejött. Hát igen, vannak tanítások, amik időtállóak. Krisi, csak hogy reagáljak. Nagyon röviden. Fogócska esetén mi a teendő, amikor az összes ellenfél az egyik, még a csapatod a másik oldalon halad előre, Himmelsdorfon és Kastián. Már hogyha mi is velük tartunk előre együtt, gondolom arra gondolsz. Igazából olyankor Gergő az a legjobb, hogyha, ez amúgy megint tankfüggő, szerintem, de hogyha meg pályafüggő is. Kastián talán jobb kivárni egy picit valamelyik sarokban, hát nem úgy, mint ez az IS-6, de mondjuk, hogyha elindultok körbe, akkor például ott vagy a kávézónál a tetőn, ott kivárni, pláne, hogyha mobilisabb TD-vel, vagy tárastankkal vagy, vagy pedig ugye ott a heavy sor közepén, a dom tetején esetleg ott lehet várni, az nem hülyeség, ugyanakkor lehet menni a csapattal is, és egy központi helyet keresni, ahol nem ugranak rád, vagy tudsz esetleg cooldownozni, vagy tényleg találsz egy olyan helyet, ahonnan gyorsan ki tudsz pikelni, kilőni a tárat és vissza. Himmelsdorfon viszont érdemesebb a csapattal tartani. Tehát ott az a jó, hogyha tényleg látod, hogy egy oldalon megy a harc, akkor érdemes a csapattal tartani, és keresni az ellenfélnek azon pontjait, ahol kevesebb a tank. Másod, nagyon-nagyon nagy okosságok nincsenek, a többit azt a helyzet szüli tényleg, tehát hogy melyik vagon mögé érdemes bebújni, és a többi. És hogy, ja, ezek így néznek ki szerintem, vagy legalábbis én, ahogy eddig tapasztaltam a, nem tudom, 85 ezer csatám során. Igen, itt ez tényleg egy 5000 közeli szép damage, azt hiszem első osztály, igen, majdnem master lett. Itt elpáholtuk az ellenfelet, na, nincs mit rajta szépíteni. És akkor ez volt a 8. csata Zsinórba, ugye, ahol top damage-ként tudtunk végezni. És aztán jön egy maja. Ott nem tudom, mi történt, úgyhogy lejátszom. Lejátszom, és megnézzük, mert erre nem emlékszek. Az is lehet, hogy semmi jó. Az is lehet, hogy minden rossz. Én nem emlékszek, itt káromkodni fogok, előre is elnézést kérek, de úgyis csak a csetet látjátok. De ha már cset, akkor ezen túl legalábbis érdekes vissza a háborúhoz egy kicsit. Ugye Fehér Oroszországban született a játék, és ugye most azért ott ők is ilyen-olyan szempontból résztvevők. Mai napon ugye kiírta a Blitz a honlapjára, vagy hát a Facebookos oldalra, hogy ugye a chat az egy jó darabig nem lesz elérhető ingém, tehát nem tudunk ingém üzengetni sehogy, senkinek sehova, tehát még a clan chat sem, ha jól tudom, hogy kemény a szituáció. No, hát eljöttem a szokásos medes pozícióba, próbálok innen damage-et fogni, de nem nagyon történik semmi. Igen, a lightweight tudja, hogy mit csináljon. Én is tudom, hogy mit csinálnék, csak a lightweight nem jön ki hozzá, ami nekem ugye a lényeg lenne. Azt hiszem, itt megelégelem, és akkor úgy döntök, hogy jó, akkor ezt beszéljük meg valakivel. Ugye tök jó, mert itt most fentről nem számítottak rám, mindenfelém néztek. Ennek köszönhetően ingyen ki tudtam osztani egy tárat a kis hetesre, és a többit azt már itt a súly érzékeli ebből a támadásból szerencsére, én pedig töltök,
Most itt alul is, meg fentről is, meg mindenhonnan elkezdett jönni az ellenfél. Fentről pont nem, de körbevettek minket lentről. Szerencsére itt ebben a J-Pantherben is bele tudtam üríteni egy tárat, így már két tár kint is volt gyakorlatilag. És hát filoztam, hogy merre tovább. Ugye ez is egy viszonylag fura szituáció, tehát nem szokott ilyen lenni. Szerintem, hogy ennyire beragad itt a játék középen, legalábbis utóbbi emlékeim szerint nem. Úgyhogy rámentem erre a lightweight-re, mert tudtam, hogy ez itt számunkra kedvezőtlen helyen van. Jó pozícióba tartózkodik. És hát itt a centúria nem segíti a dolgomat, nyilván nem is célja. Csak ezt a lightweight-et ezt én már nagyon szeretném kilőni. Át is váltok goldra, hogy nehogy sikerüljön lepattani róla. Nem egy rossz játékos, ugye egyből húzza be az ágyút az ágyumba, hát ha tudja blokkolni a lövést, de szerencsére nem. És így gyakorlatilag már csak két ellenfél maradt, de viszont mi is már csak ketten vagyunk. Próbálom megfejteni a kulcsot ehhez a játékhoz. Azt hittem, hogy a sú már odébb van. A második lövés sajnos nem jön be. Hát igen, itt célzás nem nagyon volt. És így gyakorlatilag arra várok, hogy lehessen a spot. Ugye elég érdekes csata volt ez, mert volt egy kis állóháború, aztán hirtelen eszkalálódott a helyzet. Egy, kettő, minden tök jól megy. Bement a kettőből két lövés. Közben itt a isu kilőhetett volna, úgyhogy nem pozícionáltam a legjobban. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha kerülnék egyet. Viszont ez nem volt jó döntés. Már elnézést a spoilerért, csak emlékszek a lelki állapotomra ebbe a szituációba. Pedig mennyit céloztam itt arra a felső lemezre, és nem. Nem jön össze. És közben jön a só, vagy isú. És az a baj, hogy van esze Centurionnak engem lő, akit ki lehet lőni, és itt nem is mutatnám tovább, mert nem szeretnék kommunikációs gócpontokba bocsátkozni. Nem sikerült sajnos. Az RNG sem szeretett, meg én is rosszul gondolkoztam. Nyugodtan visszafordulhattam volna, és megütlegelhettem volna azt a Centurion-t, vagy MK1-es Defender-t, sajnos rosszul döntöttem a játék hevében, úgyhogy itt a győzelmet azt én rontottam el a végjátékban legalábbis, de ez is top damage volt, mert 3270-et lőttem, és mögöttem 1300-al volt a következő delikvens, vagy hát próbálkozó, ami ugye nem túl erős. Sajnos, úgyhogy ez a 9. csata, ahol zsinórban toppot lőttem, és akkor ezek szerint lehet, hogy 10 volt, ha annyit jelöltem be, az is lehet. És akkor itt a 10 csatából itt van a 6. vagy 7., ahol nem voltam top tier. És nem vagyok biztos, hogy sikerült a top damage, aztán ki tudja, lehet, hogy igen. Gergő újabb kérdése, mennyire veszed használt replay elemzésnél a dinamikus független kamerának? Dinamikus független kamera, ezt én touchról nem is használtam még. Erre ennyit tudok válaszolni. Úgy külön nem nagyon szoktam replay-eket elemezni, nektek itt néha szoktam, de ennyi. És azt is touchról, tehát hogy így PC-re nem lépek be, azt hiszem csak ott elérhető ez még, nem? Vagy javítsatok ki, ha tévedek, vagy rosszul emlékszek valamire. Ugye, itt fel lehet jönni és ki lehet dönteni ezeket a fákat, általában spot nélkül, de most itt volt bőven light tank, és hát úgy néz ki, hogy népszerű lett ez a pozíció itt hirtelen. Közben T49 előtte magát a falra. Én meg a földbe. Úgyhogy nem sikerült az, amit szerettem volna, mert mondom, itt ezt a fát ledöntitek, akkor innen van egy spot, és általában, vagy hát nem az, hogy általában, de mondjuk ilyen 60%-ban azért ki lehet lőni innen egy tárat, vagy egy-két lövést nagyobb DPM-ű tankokkal. Tehát most itt kimaradt. Szerencsére a Patton nem lőtt el. Én meg úgy vagyok vele, hogy jó az egy lövés az egy lövésért, aztán T49 kapcsán meggondolom magam, mert gondoltam, hogy még ki fog jönni.
de sajnos ez a lövés mellé ment, nem tudom, hogy hogy. Mellé ment. Ez van. Nem nagyon látok itt kiutat, legalábbis előrehaladásra utaló jeleket. Így emiatt inkább átpozícionálok a heavy sor felé, hogyha jól emlékszek. Igen, most következik az szerintem. De ugye itt már megint az a helyzet, 0-2 van, most éppen 1-2. De ha körbenézünk, akkor ott van egy low HP-s tankunk, ott van egy full HP-s, fél HP-s, Hamlet HP-s, és ennyi. Míg az ellenfél ott jobban áll, és ott is bőven jobban áll HP-ban, mint mi. Úgyhogy maradjunk annyi, hogy egyáltalán néz ki jól a szénánk. Itt sajnos ezt most elrontom, mert túl sok időt elfecsérelek erre a K91-re. De itt már 1-3 volt, és hogy őszinte legyek, teljesen abban a tudatban, vagy abban a gondolkodás módra váltottam át, hogy ebből úgysem lesz semmi, mármint, hogy győzelem biztos nem, és inkább vártam arra, hogy tudjak lőni. Próbálhattam volna még beleadni apait, anyait, és előre menni, és harcolni, és magamra vonni az ellenfél figyelmét, de az a baj, hogy 800 HP-n nem gondoltam úgy, hogy ennek bármiféle értelme van itt loftírként. Így ezt a részét elengedtem, gyorsan 1-5 is lett belőle, tehát kb. Mire odaértem volna, valószínűleg éppen addigra lőtték volna ki azt a két fennmaradó bástyánkat a heavy soron. Így tényleg végül is mondhatom azt, hogy nem igazán tévedtem ilyen tekintetben. Eljöttem még ide a heavy sorra, mert úgy döntöttem, hogy itt még lehet egy kis nekem való finomság, és hát a Tiger személyében azért ez végül is be is igazolódik. Gyorsan elmegyek itt fedezékbe, közben egy hat. És hát tényleg ezek azok a csaták, ahol mint a Mainz, emlékeztek a második csata, hogy egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Itt a Tigerre leítettem, hogy megyek előre, és akkor így behúzom mellé. Ilyen apróságokkal lehet damage-et csinálni, de ennyi. Most valamennyi damage-et kihoztam, 1008, ezzel top leszek. Mondjuk ez kemény, tier 9-be. Aztán lehet, hogy nem, és rosszul emlékszek. De. Jézusom. 1500, 1400, 400, 400, 400. Uhú! 4 darab 400-as. Négyen is lőttek egyet. Azért az nem rossz. Az azt jelenti, hogy 4 tanknak a HP-ját adtuk egyért cserébe. Az már egy 4. Elrugaszkodásképpen. Ja, szóval itt is az volt a szitu, hogy egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Mert ugye egy ilyen light tankkal, vagy hát meddel, de gyakorlatilag light, nem tudok beállni tornyozni. Én arra tudok játszani, hogy ha valaki kidugja magát, vagy kicsit túlvállalja, akkor ki tudom tárazni. De ugye heavy sor felé nem nagyon volt opció, vagy nem is nagyon figyeltem, hogy őszinte legyek, de nem is volt nagyon spot, ha jól emlékszek. És itt a meccs soron meg senki sem tolta igazán túl az ellenfélből. Okosan játszottak, beosztották a HP-jukat. Nem nagyon tudsz ilyenkor mit csinálni. Nem nagyon tudsz. Úgyhogy én itt a damage-et nagyjából kihoztam belőle, bár ez 1800 ez így is elég kevés, lehetett volna ez mondjuk 2005. Ha ügyesebb vagyok, szerencsére így is meg lehet a top, úgyhogy végül is 10 csatán keresztül topot tudtam lőni, mert azt tudom jó, hogy itt a Oasis Palms-on kaptam egy nagy mértékű H-et a következő csatában, úgyhogy ott az nem végződött szépen, így nem is nagyon látom értelmét, hogy megmutassam. Szóval nagyjából legalábbis, hogy egy ilyen jellegű táras tankkal játszotok, akkor mindenképpen ezt a fajta játékmódot tudom ajánlani, vagy játékstílust, hogy tényleg menjetek előre bátran, lehetőleg olyan pozícióba, ahonnan át tudtok pozícionálni, vagy a csapat elhelyezkedése okán előrébb tudtok lépni, és vagy átpozícionálni, és abból lövéseket, damage-et összeszedni, ezáltal remélhetőleg a győzelmet is. Szóval, ja, így nagyjából ez a videó, ez így, vagy ez a live, ez erről szólt, ezt akartam nektek megmutatni, hogy miképp érdemes játszani egy ilyen stílusú médium tankkal. Tudom, hogy a Becset Burescu már volt a csatornán, legalábbis olyan tekintetben, hogy játszottam vele. Beszélni még nem nagyon beszéltem róla adatok tekintetében. Ugye ez egy 190-es alapátütéssel megáldott tier 8-as med,
ami a 320-as alfa mellé és a tár mellé azért jó, azt gondolom. Ezt ugye 240-es golddal van megáldva, ami még klasszabb, ráadásul az átütés növelő nélkül, mert én szellőzéssel használom ezt a kis csodát, hogy még agilisebb, még jobb, még agresszívabb tankként tudjak mozogni vele. Szerintem két ételke is van bent, így van, hogy light tankoknál és könnyebb TD-knél szoktam csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a kis buritoszt, ezt így értelmes, vagy így érdemes használni. Igen, most írta Gergely, hogy ez csak PC-n van. Köszönöm szépen a megerősítést. Jó, srácok, úgyhogy nagyjából ez így erről szólt volna. Gondolom, egy ilyen jellegű tankkal miképp lehet ügyesen mozogni és kiosztani a topot. Én abban bízok, hogy lesz arra időm, energiám és kapacitásom, hogy ezt más stílusú tankokkal, esetleg más tierben, nyilván minél följebb, meg tudjam nektek mutatni, és ti abból tudjatok meríteni így a későbbiekre vonatkozólag. Holnap is jövök, még nem tudom, hogy milyen témával, meglátjuk, hogy mit tudok addig összehozni, hogy mit főz ki a kondérból a kőleves. Nem tudom még. Valami finomság biztos lesz, jó. Még egy Game Centert engedjetek meg gyorsan nekem, amit az a galerin keresztül tudtok letölteni, és loyalty rewards-okat tudtok gyűjteni, melyeket a legutolsó 12 hónapos leosztásban a költéseitek szerint táblázatba sorol, a táblázatban megtaláljátok a költések alapján saját szinteteket, és ennek megfelelően kapjátok a kuponokat 500 euró értékben. Ezeket ugye itt az alkalmazáson belül a mi Loyalty Rewards kuponok fülben tudjátok csekkolni. Ezek a kuponok fixek, jó? Tehát a gép adja őket, vagy hát az alkalmazásra úgy tetszik, és hozzárendeli vásárlásatokhoz, vagy hát hozzárendelhetitek, de csak egy adottat, tehát adott pénzintervallumhoz adott kupon tartozik. Jó, tehát mondjuk 3004 meg 5008 között egy kupon van, ezt így kell értelmezni, és azt egy hónapban egyszer tudjátok használni. Ugye a táblázatban elfoglalt, vagy hát rangsorolt helyetek alapján, és ugye minden hónapban egyszer frissül ez, ahogy előbb büntettem, ez pedig elsője. Jó, úgyhogy ezt így kell kezelni. Jó barátunk Game Center volt, és akkor mondom, holnap várlak vissza benneteket. T49 Fun Life PLS. Jó hangzik, Balázs. Párszor volt már csatornán, de jó hangzik. Lehet, akkor lesz belőle valami. Azon filózok, hogy T49 szakaszos live még nem volt, hogy ti jöttetek mondjuk szakaszba velem. Lehet, hogy tolunk egy ilyet poénból holnap. És akkor kicsit feldobjuk ezt a covidos, háborús, jóistenes helyzetet itt a közel-keleten. Jó, úgyhogy nagyon köszönöm annak, aki itt volt, aki benézett, remélem, hogy tényleg tudtatok ellesni ezt-azt. Ugye itt jöttek a replayek egymás után, lehet, hogy nem volt időm mindent 100%-osan kielemezni, kiemelni, sőt, biztos, hogy nem, de azt gondolom, hogy a lényegi dolgokat azért igen, tehát amikből tudtok meríteni, azokat megemlítettem. Találkozunk holnap is, jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szép estét, kellemes tankozást, vagy éppen jó pihenést kívánok nektek a holnapi napra, meg még erőt, utolsó nap a héten, legalábbis annak, aki nem a kereskedelemben dolgozik, és akkor egy jó pihenés is összejött a hétvégére. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok. Hello, 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 hello.